20 éve együtt evezünk a romantika hajóján. 20 éve egy család vagyunk a szeretet színpadán. 20 éve tart már, az álomból lett valóság. Ez az életünk, a romantikus világ. Üdvözlöm Önöket! Örülök, hogy itt vannak, és köszönöm a bizalmukat, hogy elindították ennek a felvételnek a play gombját. A mai őrületben, amikor a közösségi portálokon, meg a média lejátszókon már annyi ilyen felvétel van, igen, ez nagy szó, hogy egy ilyen beszélgetést elindítanak, és tulajdonképpen mondhattam volna azt is, hogy örülünk, hogy itt vannak, és köszönjük a bizalmukat, mert egy ilyen mély interjúban nem egyedül ülök természetesen, hanem itt van. Kedves barátom Balázs Pali is velem. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, szia Andris! Én meg örülök, hogy végre tudunk beszélgetni, normális. Itt az ideje. Higgadt körülmények között, nyugodt körülmények között, ez fontos. Igen. Egy művész életében, hogy meglegyen ez a harmónia, ez a nyugodtság, hát különben nem tud fejlődni. Igen, hát a nyugodtság azt hiszem mindegyikünk életében nagyon fontos, így az enyémben is, és valóban az elmúlt másfél évben, mióta ismerjük egymást komolyabban, személyesen, azóta talán nem is tudtunk így leülni. És azért fontos, hogy itt vannak velünk a nézők, mert gondolkodtam idefelé, hogy vajon a nézők közül hányan csináltak végig életükben úgy egy dolgot, vagy úgy egy célt, meddig vittek végig, hogy mondjuk el lehet sem mondani azt, hogy 2 évtized van mögöttük. Tehát 20 évig ki az, aki képes egy célt folyamatosan végigvinni, vagy egy hivatást? Talán ez a szó a megfelelő rá. Mi kell ahhoz, hogy valaki 20 évig építse? Hát nagyon nagy hit, szerintem elszántság, és nagyon fontos a kitartás. Természetesen a szerencsére is szüksége van az embernek, hiszen bizonyos időszakunkban azért a visszajelzések nagyon fontosak, abból tudunk táplálkozni. Én, mint színpadi ember, ugye, ha csak az elmúlt 20 évet vesszük figyelembe, azonban azt megelőzően is azért én foglalkoztam a zenével, az apróbb részsikerek vittek mindig előre. Mindig kitűztem magam elé 1-2 lépést, volt, amikor többet, volt, amit sikerült is megvalósítani, volt, amit nem. És amikor megvoltak ezek a lépések, akkor mindig jöttek újabb célok. Mindig egyre távolabb gondoltam az életemet, a karrieremet ahhoz képest, ahova beleszülettem. Hiszen azért bizonyára sokan tudják, de én egy Békés megyei kis településen, Telegerendáson, Békés Csabától 8 kilométerre töltöttem a gyermekéveimet. Hát ott nagyon sokféle rendes ember élt, de zenész szinte egy sem. Tehát igazán a példaim és az a pálya, amit én megálmodtam magamnak, az elsősorban a személyes élményeknek, a koncerteken és a televízió műsorban látott zenekarok, magnókazettán hallott zenészek dalai jelentették. Találj meg boldogság, úgy várlak, nem emlékszem, jártál-e már nálam. Hozzá megváltozik minden, megérint az igazi szerelem. Találj meg boldogság, úgy várlak, nem emlékszem, jártál-e már nálam. Ha eljössz hozzá, megváltozik minden, megérint az igazi szerelem. Volt az a nagy koncert 2016 novemberében, ami egy mérföldkő volt a te pályafutásodban, hiszen ahogy mondtam is ott a színpadon, a koncert felvezetőjében, ilyen koncert csak 20 évente egyszer van. Szóval aki nézi gyerekként azokat az előadókat, azokat a példaképeket, hogy egyszer ők is ilyen közönség előtt léphetnek föl, nem hogy egyszer, te amikor ott vagy egy-egy, vagy ott voltál egy-egy koncerten, akkor tényleg beleképzelted magad, hogy egyszer majd miattam, vagy értem is ennyien fognak tapsolni? Álomszerűen alakult minden itt az elmúlt 20 évben, és ezek közül, az álmok közül szerintem volt egy ilyen. Már akár gyermekkoromban is, hogyha visszatekintek a 16-17 éves koromba, a gyerekszobámban volt egy csillár, és abban volt egyetlen egy izzó, egy fehér izzó, és én elmentem Békés Csabán egy ilyen elektronikai boltba, és vásároltam több színű izzókat, és betettem egy pirosat helyette.
lehúztam a redőnyt a szobámba, és beleképzeltem magam abba az élethelyzetbe. És hát nagy öröm, hogy nem csak ez a 20 éves koncert, hanem az elmúlt 20 évben megtapasztalt koncertsikerek és a koncertélmények lényegesen túlszárnyalták azt, hogy az ember a nyakába egyszer gitárral miről álmodozott gyerekkorban. Sokkal többet kaptam, sokkal tovább jutottam, mint amilyen reális esélyem volt talán 1984-85-ben, amikor ezek a ominózus csillár aláállások voltak, az álmodozások kora, de azt gondolom, hogy azért, ha visszagondolok, én talán az egész életemet a zenének rendeltem alá, úgyhogy valószínű ezért is történtek meg ezek a dolgok. Nem véletlenül kérdeztem a nézőktől is az elején, hogy ki az, aki tényleg képes végigvinni 20 éven keresztül mindazt a hivatástudatot, mint amit mondjuk te képes voltál, és ezt esküszöm most, akik nézik, azoknak mondom, hogy ez nem puncsolás, és nem azért ülünk itt, hogy most egymás füleit körbenyalugassuk, de ritka az, hogy manapság a mai világban egy ember egy dologra képes koncentrálni, mert milyen világot élünk. Zűrzavar, mindenhonnan az embernek több lábon kell állnia, még egy civil család esetében is, hogy biztosítsa a hátteret. Neked viszont megadatott az, hogy mindent a zenének tudj alárendelni, és ez 20 éven keresztül vitted is rendőre. Igen, ez nagyon nagy ajándék a Jóistentől, és ez az ajándék igazán a közönségem reakciójában és a közönségem visszajelzésében és a szeretetében nyilvánult meg az elmúlt 20 évben, mert bátran kimerem jelenteni, hogy bármerre jártam az elmúlt 2 évtizedben, a közönség szinte kivétel nélkül mindenhol a tenyerén hordott. Tehát meg kellett küzdeni minden egyes tapsért, minden egyes mosolyért, minden egyes szeretetért, de ez mindig megvolt. Tehát én azért nem gondolkoztam az elmúlt 2 évtizedben semmi más dologban, csak a zenében, mert úgy éreztem, hogy én ezt tudom a legjobban csinálni. Ehhez értek talán a legjobban, és ebből kapom a legtöbb pozitív visszajelzést. És nem akartam azt, hogy az energiáim elforgácsolódjanak esetleg egy más jellegű vállalkozásba, vagy olyan dolgokba, amik elviszik az energiát, elviszik a gondolatot, elviszik az ötleteket a zenéből. Én most az elmúlt 4-5 évben, hál' Istennek, mind mentálisan, mind szakmailag úgy gondolom, egy nagy változáson mentem keresztül. Itt elsősorban a dalírásra gondolok, ami egy különös fejezet az életemben, hogy az elmúlt 4-5 lemezemben, pontosan már nem is tudom, a saját dalaimat énekelhetem. Azokat a gondolatokat tudtam dalba foglalni, amelyeket vagy én éltem meg, vagy a környezetemben lévő ismerőseim, barátaim által lettek megírva dalformájában. Volt több olyan dal, amit rajongói levél ihletett, és ezek az érzések, ezek a dolgok számomra nagyon fontosak, mert milyen jó érzés az, hogy utazik az ember valamikor 6-700 kilométert is egy műsor helyszínért, és kiszáll az autóból, és elkezdődik a koncert, és mondjuk az első daltól az utolsóig a közönség vele énekli a refréneket, a dalokat. Hát ezek nagyon jó dolgok. Ezekért érdemes? Én azt gondolom, hogy igen. Az ilyen pillanatokért? Ezekért igen. A másik pedig az, hogy világéletemben azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek. Tehát hetente kétszer járok fotballozni a színész válogatottba, és korán reggel kell felkelni. És hát ugye a reggel... Neked az megy? Nekem az nagyon nehezen, nagyon nehezen megy, de a fociért nagyon sok áldozatot hoz az ember, különösen, hogyha olyan szerelmesebb, mint jó maga. Tehát reggel megyek be a csúcsforgalomba, és lehet, hogy előző este egy fellépésről hajnalba jöttem haza, és baromi fáradt vagyok, de úgy érzem, hogy nekem menni kell. És azt látom, hogy az emberek össze-vissza durakodnak, lögdösödnek, dudálnak, integetnek már kora reggel egymásnak. Mindenki küzd hajt a munkahelyére való bejutásért. Nekem az életem teljesen fordított, tehát én általában akkor idézve téve dolgozom és járom az országot, amikor hétvégenként az én közönségem, az emberek, az átlag munkát végző emberek pihennek. És ez a fajta kettősség, ami az én életemben van, hogy én reggel focizni megyek be. Ezek nagyon jó dolgok, és azért tehetem meg azt, hogy reggel én focizni megyek be a durakodó emberek között, mert én a hét többi napján, a többi óráján dolgozom, azzal foglalkozom,
a legjobban szeretek, de én ezt igazán nem tekintem munkának. Soha, de soha egyetlen egy fellépés sem volt úgy az én keresetemben, hogy úristen, el kell mennem most 600 kilométert. Mit mondtam az elején? Mit csinál 20 éve? A hivatásodat építed. Igen. Tehát ez nem munka, hanem hivatás. Ha munkaként kellene rátekinteni, már nem olyan lenne? Már nem szívvel szerintem csinálni? Nem is tudna működni. Tehát én az én esetemben nagyon sok olyan előadót látok a színpadon, akiken az én érzéseim azt sugallják, hogy nem biztos, hogy ezt ők már annyira szeretik csinálni. De van egyfajta életritmus, és én ezt nem szeretném soha érezni. Én minden egyes fellépésre, legyen az egy 150 fős kis Zala megyei kis település, vagy egy megyeszékhelyes nagy esti főműsoridős élő koncert, én minden egyes fellépésre, koncertre úgy készülök, mintha életem bulija lenne. Ugyanúgy ki van vasalva a nadrág, ugyanúgy ki van vasalva az ing, ugyanolyan megjelenéssel megyek kollégáimmal a rövidebb műsorra is, minthogyha a legnagyobb színpadon, a legnagyobb közönség előtt játszanánk. Azt szoktam mondani, hogy ahol a Balázs Pali produkció megjelenik, ott vissza kell tükröződni annak a lelkületnek, annak az arculatnak és annak a zenei és személyes világnak, amit én képviselek, amit én kialakítottam és megálmodtam magamnak. Boldog napot, boldog szíved, legyen hozzá elég hitem, minden álmod valóra váljon, őszintén csak ezt kívánom. Boldog napot, boldog szíved, legyen hozzá elég hitem, minden álmod valóra váljon, őszintén csak ezt kívánom neked. Van egy közös produkciónk. Egy közös gyerekünk, bármennyire is furán hangzik, amiről 20 évig nem beszéltem. Ez az a portré, ez az életrajz, amely sokáig készült, és alaposan, mert nagyon sokszor elmentem veletek fellépni. Pontosan azért, hogy átérezzem, hogy lássam, hogy mi van ezeken a koncerteken, mi van az élő koncerteken, és mi van a kisebb fellépéseken, és tényleg alá tudom írni, amit Pali az előbb mondott, hogy minden egyes, még a pici fellépése is úgy készül, mintha élete nagy mérföldköve lenne. No, mutatok valamit a nézőknek, és a kollégákat kérem, hogy mutassák meg, látják, mi van itt a nyakában. Hát ez egy szív. Ja, ez a te mit? Szimbólumod. Ez a te szimbólumod, ami minden lemezem. Talán már az első. Több lemezem. A szívnek a története... Mióta van ez? 2000-ben. Nem adom kölcsön a szívem. Igen, nem adom kölcsön a szívem lemezre. Akkor egy nagy lemezkiadó gondozásában látott napvilágot az album, és erre a lemezre készítettek egy ilyen grafikai kis dolgot. Aztán én ezt a lemezt követően hol használtam, hol nem. De volt egy 6-7 éves szünet, amikor teljesen elengedtem. Azonban 2008-ban gondoltam azt, hogy akkor kezdtem el úgy igazán a dalírásban kiteljesedni. Már 2006-ban is, sőt a 2004-es lemezemen is voltak saját szerzeményeim, de a 2008-as album a Líra hullámain címet kapta, és ezen a lemezen tudtam én úgy kiteljesedni és igazán felkészülni a dalírásra is testileg, lelkileg, hogy visszakerült a szív a grafikai megoldásokat illetően, és azóta folyamatosan használom, és hát most az utóbbi 3-4-5 évben, meg aztán a színpadon is mindenhol, a kollégáimon, a hangszereinken, a mikrofonálványomon lévő sálon, mindenhol visszaköszön ez. Nagyon örülök, hogy ezt a közönségem is észrevettem, mert pont a közösségi oldalamon játszottunk egy ilyen kis oda-vissza írós játékot, és megkérdeztem, hogy szerintetek mi ez a szív, és mindenki írta, hogy hát ez a te szimbólumod. Néha szeretnék úgy sírni, hogy senki se lásson. Néha szeretném azt hinni, hogy ez csak egy rossz álom. Újra szeretnélek boldognak látni. Szívembe örökre bezárni. Senki se lásson. Néha szeretném azt hinni, hogy ez csak egy rossz álom. Újra szeretélek boldognak látni. Szívembe örökre bezárni.
Na oké, szimbólum. De pont ez jutott eszembe, hogy nem véletlenül van ott a nyakadban, mert ha nem szívvel csinálnád azt, amit csinálsz, akkor ez nem lenne hivatás, meg nem lenne mögötte 20 év. Szóval a szív a titka? Hát a szív is. Jó, mert még csomó minden. Igen, igen. Hát a hitelesség talán, igen. Ha nem szívvel csinálod, akkor én úgy gondolom, hogy a lufi előbb-utóbb kipukkan. És ezt a nem szívvel csinálom fajta előadást és színpadi munkát, ezt a közönség is előbb-utóbb érzi. Tehát lehet látni, hogy az előbb is említettem pár perccel ezelőtt, hogy bizony, amikor az ember megfárad, vagy már lehet, hogy meg is csömörlik, akkor az a színpadon látszik. És én mentálisan, fizikálisan is, én minden egyes fellépésre úgy készülök. Hétközben próbálom úgy az életemet rendezni, hogy nekem a sport az életem egyik jelentős része, és egy nagyon fontos ellenbalansza is a zenének, az autóban való utazásnak, az olyan háttér stúdióban való hangszerelésnek, amikor az ember egy helybe kell így üljön. Én egy elég mozgékony pali vagyok, és ezt a sportban tudom levezetni, ezt a fajta energiát, ami bennem rejlik. Természetesen a színpadra is azért tartalékolok, de a sportban az nagyon fontos, és ha én nem sportolnék, akkor biztos, hogy a szív mellett az a fajta fizikai állóképesség, mentális erő, az nem lenne fent a színpadon. Tudtam, hogy ma lesz egy ilyen beszélgetés, ugye kamerák előtt készültem, és rá megnéztem nagyon sok korábbi interjúdat, és nyilvánvalóan, akik ezt a beszélgetést most nézik, elsősorban a te híveid, rajongóid, szimpatizánsaid, akik pontosan tudják, hogy te szereted a jubileumokat. Tehát te a 10 éves jubileumra is kiadtál egy ünnepi lemezt. Volt ünnepi DVD is, 10 éves interjúval. Tehát volt egy hasonló, azt Klausmann Viktor vezette. A 15. jubileumra nem tudom, hogy készült-e beszélgetés, de hogy lemez készült, az biztos. Lemez készült, igen. És aztán a 20. évet meg aztán mindennel ünnepled, könyvvel, koncerttel, országállással, tévéműsorral, mindenről fogunk nem sokára beszélgetni, és azon gondolkodtam, hogy mivel adhatunk mi pluszt ezek után azoknak a híveknek, szimpatizánsoknak, rajongóknak, akik a te közönségednek, akik már majdnem mindent tudnak rólad. És aztán arra jutottam, hogy nekünk inkább a példát kellene mutatni most, hogy így is lehet. Hogy így is lehet élni, hogy nem adja föl az ember a rosszabb időszakokban sem, hanem megy tovább. Szóval mi az az erő, ami téged továbbít? És adjunk a közönségnek valami muníciót ezzel a beszélgetéssel, valami fajta erőt, hogy nem kell feladni, igenis van kiút. Én most írtam egy dalt. Amit nem mutattál meg neked? Amit nem mutattam meg neked. Most ugye ezt az interjút, ezt kedden forgatjuk, és pár nappal ezelőtt, múlt héten írtam egy nap két dalt, és az egyik dal az pontosan egy olyan útmutató azok számára, akik szeretnének egy picit más közegbe kerülni, egy más világot álmodtak maguknak, mint ahova beleszülettek. Nem szeretném lelőni ezt a dalt, mert én ettől nagyon sokat várok, és igazán idézni sem fogok belőle, és ezt a dal dolgot félre is tehetjük, mert ha Jóisten is megsegít, akkor jövőre már videoklip formájában ez napvilágot fog látni. Tehát most annyira úgy érzem, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon olyan dal, ami eltérő az én zenei világomról, mert nyilván a dalai jelentős része a szerelemről és a hétköznapi érzésekről szól. Ez még nem arra de fog. Ez egy hétköznapi érzés, de egy motivációs dal, egy olyan, visszatérve a kérdésre, ami erőt kell, hogy adjon, aha, és biztos vagyok, hogy erőt fog adni. Találtam már hozzá egy olyan videoklip forgatókönyvet is, megálmodtam, amit meg is fogok tudni csinálni, és biztos vagyok benne, hogy azok, akik találkoznak majd a dallal, azok most túl, hogy majd mindjárt beszélek róla, hogy véleményem szerint mi kell ahhoz, fognak tudni belőle meríteni. Soha ne légy szomorú, felejtsd el a bánatot, ma már nem számít, mi volt, mi fájt nagyon. Soha ne légy szomorú, ne add fel a reményt, hidd el, kár volt eddig is a könnyekén. Egyet felejtettél el, hogyha most ezt a beszélgetést 2026-ban nézi valaki,
mert ugye a világháló sajátossága, meg ezek a beszélgetések, a kamerás beszélgetések sajátossága, hogy megmarad. Hát én 10 évvel később néztem a Klaus Mannos interjút. Igen. Nem akkor, 10 évvel később. Igen, igen. Tehát ha most 2026-ban nézik ezt a beszélgetést, akkor nézzék el nekünk, hogy Pali egy 10 évvel korábbi dalát promózza itt 2026-ban. De segítse meg az Isten, hogy a 30. jubileumnál valaki készüljön fel így a veled való beszélgetésen, mint mondjuk én próbáltam a korábbiból. Na de mennyire fontos az, hogy az ember tovább vigye valami fajta erő, vagy inkább belső ösztönzés? Én nagyon sokat kaptam a szülői házban az én édesanyámtól és édesapámtól. A hozzám közel állók és az őket ismerők azt mondják, hogy én a kettőjük teljes keveréke vagyok. Tehát egyenlő arányban van, igen, mind a kettőjükből? Igen, édesanyám az egy nagyon nagy hittel és folyamatos munkával bíró ember volt, és a mai napig is az, amennyire a lehetőségeik engedik, ő ez a törtető, a törekvő, a mindig előre, és mindent meg kell csinálni, amit így az ember aznap kitűzött magának. Édesapám egy picit a nyugodtabb, higgadtabb meggyőződésem, hogy a két tulajdonság, az ambíció, tehát akkor beszéltünk még talán egyszerűbben, az édesanyám az ambíciózusabb világot képviseli, a jellemvonásait illetően. Édesapám a nyugodtabb, a higgadtabb. Véleményem szerint egy sikeres karrierhez, és az nem elsősorban csak zenei karrier lehet, bármilyen vállalkozás vagy az életben, ahhoz, hogyha az ember valamit álmod magának. Ez a két tulajdonság elengedhetetlen, mert valamikor küzdeni kell, harcolni és 10 körömmel menni, akkor is, amikor ütnek jobbról, balról és húznak vissza és fújnak a vitorlátba az ellenszelek, akkor se szabad feladni. És vannak olyan időszakok, amikor egy picit hátra kell dőlni. És mondjuk ez a mostani időszak, ez a pár nap a budapesti koncert után számomra ilyen, amikor egy picit higgadtan értékelni kell az elmúlt időszakot, reálisan mindenféleképpen az fontos, és építeni a jövőt, mert most azért bármennyire is sikeres és pozitív élményekkel volt teli a budapesti koncertem, én nem fogok hátradőlni. Tehát én már itt olyan mértékben előre vagyok a tervekkel, hogy nyilván még most egy picit élvezzük ezeknek a hatásoknak a jó dolgait, és próbálunk fürödni ebben a helyzetben, de építjük a jövőt. Tehát a fajta kettőség, a higgadság és a küzdeni akarás. A harci kedv az elengedhetetlen szerintem minden sikeres vállalkozásban, minden sikeres karrierben. A mostani világ annyit változott ahhoz képest, mint amikor én 20 évvel ezelőtt elkezdtem. Egy kisvárosban, egy étterem sarkában megjelent egy kazetta, amin az egy szál harangvirág volt, a Sevelet se nélküled, a Kell, hogy várj. Nincs ember, aki azt mondta volna, hogy ebből 20 év múlva egy olyan karrier lesz, amit hál' Istennek megéltem. 14 megjelent lemezzel, több ezer fellépéssel, könyvvel, tévéműsorral, de ez mind úgy gondolom, hogy az én küzdő szellememnek is köszönhető. Meg persze azért... Az oroszlán mi volt? Az oroszlán mi voltomból fakadóan. Átok vagy áldás? Én azt gondolom, hogy ez nekem áldás. Gyermekként mindig erősnek láttalak, a segítség kellett, téged hívtalak. Tudtam, hogy gyakran büszkén néztél rám, és féltve megsimogattál. Könnye szemmel fogom remegő kezed, mit is mondhatnék most, mindent köszönök neked. Hogy gondosan neveltél, s vigyáztál rám, a példaképen te vagy, édesapám. Persze vannak időszakok, amikor az oroszlán is egy picit kibillen a normál kerékvágásból, de ez is hozzátartozik. Úgyhogy ezek a dolgok mind szükségesek. Visszatérve még a világ változására. Ha ma már 2016-ban én ugyanabból az étteremből, ugyanazzal a megjelent kazettával szeretnék világot hódítani, 0,0% esélyem lenne, hogy egy ehhez hasonló karriert fussak be. Annyit változott a világ,
teljesen másképp működik a zenei világ, amennyire én betekintést nyertem itt az elmúlt két évtizedben. Több periódus volt, amikor éreztem a változást, változnak a médiában helyet foglaló vezető pozíciók, a munkatársak, változik a technikai forradalom miatt, ma már nincs a zenének olyan értéke. Tehát amikor én nekem megjelent az első kazettám, akkor mi kazettát árultunk, első lemezen mi kazettát árultunk. CD-ről még nem is beszéltünk. Ma már CD-ről azért nem beszélünk, mert mindenféle formátumokban a világhálón akár ingyen hozzáférhető. Úgyhogy ehhez a piaci viszonyhoz a két évtizedben igazodnom kellett. Sokszor nehéz volt, mert nekem nagyon komoly lemezeladásai voltak. Tehát itt mögöttem van... Hát látjuk. Van egy album, aminek az a címe, hogy Nem adom kölcsön a szívem. Ez ugye, amiről beszéltünk, hogy Ez volt a top eladás. Ez volt a top. Ez az EMI lemezkiadónál 2000-ben ebből a lemezből fogyott országos szinten a legtöbb. Megelőztük Madonnát, Michael Jacksont. Ezek számomra voltak fontos dolgok, de ezek megtörténtek, mert dokumentáció van róla az eladási statisztikákat illetően, tehát nem találtam ki, és álmodtam magamnak valami hamis álmokat. Ezek megtörténtek, és ezek nagyon jó dolgok, és ez a fajta világváltozás aztán nyilván hozta a lemezeladás csökkentését, de nagy öröm számomra, hogy egyetlen egyszer sem merül fel még bennem, hogy én ne készítsek albumot. Én, mert most az a divat mostanában, hogy csinálunk minden évben egy-két dalt, és akkor az kitenni a YouTube-ra, és mehet, hagyj menjen az útján, és majd lesz valami vele. Én azt mondom, az én közönségem szereti kézbe fogni az új lemeznek a dalait, megtapogatni, dedikálást kérni rá a fellépéseken, és nekem is egyfajta lenyomat, hogy valóban, ha visszatekintek a 20 évre, akkor megvan minden adott évben az, hogy mit csináltam, és ezek a jubileumok, amiről beszéltél, ezek azért is fontosak, mert az ember azért nem a levegőbe készít egy lemezt, nem a levegőnek ír egy dalt, vagy készít egy videoklippet, vagy nágy Isten egy könyvet jelentett meg. Ezek mind fontosak, és ezek azt igazolják, hogy aktív az ember, dolgozik, és van még benne jövőkép, van még benne perspektíva. Szíved kulcsát ad most nekem, s velem mindig boldog leszel. Minden napon csak rólad szól, a gitár neked dalol. Szíved kulcsát ad most nekem, s velem mindig boldog leszel. Minden napon csak rólad szól, a gitár neked. Nincs a falon, ugyan aranylemezek vannak, de bakelit nincs. És miért nincs? Hát azért nincsen, mert én abból a világból már kiszorultam az idők ugye változása miatt, viszont van egy bakelit lemezem. És ezt meg is mutatjuk a nézőknek nem sokára, mert megleptelek egy bakelit lemezzel. Úgy gondoltam, hogy ha valakinek van egy 20 éves pályafutása, akkor az nem lehet, hogy legalább egy bakelit lemeze ne legyen. Mesélek a nézőknek egy élményt. Palival kapcsolatos, és én éltem át. Ha itt lenne most a telefonom, de hát kint hagytam a stúdió falain kívül, hogy ne zavarjon meg semmi, viszont be fogunk vágni egy részletet az én telefonomból. Nem a telefonomból, egy telefonomon található videóból. Ezt 2016. november 19-én készítettem a Főváros Élmény Színházának, a RAM-nak az erkélyén. Ugyanis olyan katarzisok, olyan mély lélektani ünnepi pillanatok voltak, amikor együtt lélegzett ott több száz, több ezer ember. Mennyien voltak a RAM-ban? Mennyi a RAM-nak a befogadó képesség? Hát 650 fős. Tehát amikor 650 képesség. Ember együtt lélegzik, együtt tapsol. Egyébként több ezernek tűnt. Tehát ott olyan tumultus volt, hogy aki nem volt ott, a sajnálhatja, de majd belenézünk ebbe a felvételbe. Azt kellene átérezni a következő kis bejátszásból, hogy mi az az állapot, mi az a katarzis, amit egy előadó a tapsoknak köszönhet.
bízom benne, hogy most átjött ezen a kis videón az, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát én, aki ismerem Pali történetét, mert volt szerencsém a könyvben megírni, meg átélni vele ezt a 20 évet a sok-sok beszélgetés kapcsán, pontosan tudom, vagy ott éreztem át a tapsoknak köszönhetően, hogy talán ezért volt érdemes. És miután könyvszerzőként beavattál engem azokba a nehéz időszakokba is, amikor téged azért próbáltak nagyon komolyan elnyomni, visszatolni, hogy azért a Pali ne legyen olyan sikeres, mert akkor nekünk nem lesz jó. Szóval voltak itt nagyon kemény időszakok, amiről te nagyon nem beszéltél a nyilvánosság előtt. A könyvben részletesebben mesélsz erről, de hát az igazat, vagy az igazi nagy betyáros dolgokat még mindig nem árultad el. És miért nem? Mert azt gondolom kívülről, hogy úri embernek születni kell. Most sem azt várom tőled, hogy itt mindenkire elkezdjünk dobálni, de mégiscsak a lélektanára vagyok kíváncsi, hogy van egy időszak, te is mondtad, levetted a civet. Nem tudom, hogy azért vetted el, mert volt ennek bármiféle köze azokhoz az évekhez, vagy azért vetted vissza, hogy hát ha az majd erőt ad ezekben az időszakokban, amikor nem volt olyan könnyű. De az a taps, amit az előbb bejátszottunk, az kárpótlás volt azokért az évekért? A taps az mindig folyamatosan kárpótlás volt. És egyfajta igazolás, hogy én a színpadon vagyok az, aki valójában lelkületileg, emberileg a valós Balázs Pali. Igen, ahogy te is beszéltél, ugye itt 2001-ben volt egy szakítás egy kereskedelmi televízióval, és onnantól kezdve elindult egyfajta olyan hadjárat, ami pontosan elsődleges célként azt szolgálta, amit te már felsoroltál, hogy ne tudjon olyan karriert befutni, ne legyen annyira sikeres, ne lássák a sikereit. Egyszerűen visszanyomni egy bizonyos szintig, és esetleg ott hagyni, vagy teljesen el lehetetleníteni. Ez egy elég komoly harc volt lelkileg is, tehát azt megélni, hogy egy bizonyos időszakig az aranytojás tojó tyúk voltam, és a dédelgetett kedvenc, aki valóban abban az időszakban, azon a csatornán, a műsorokban nagy sikerrel szerepelt. Majd egyik pillanatra a másikra egy szerződés felbontásával a legnagyobb közellenség lett. Nekem az igazi visszaigazolás mindig a színpadon történt. Tehát azt mondtam, hogy én a színpadon vagyok a legerősebb, és a színpadon vagyok az a valós ember, amit én képviselek, ott tudják meglátni, megérezni, meghallgatni és megtapasztalni, hogy ki is ez a Balázs Pali. Édesanyám, hálás vagyok neked, ragyogjon sokáig csillogó szemed, féltve őrzöm emlékeim, mit tőled kaptam én. Köszönöm neked, hogy felneveltél. Féltve őrzöm emlékeim, mit tőled kaptam én. Köszönöm neked, hogy felneveltél. Volt egy valóban az az időszak, amikor ezek az ellenszelek fújtak a vitorlámban. De mindenhonnan. Mindenhonnan. Hát akárhova mentél, azt érezted, hogy igen, egyedül, galád van téve. Hát igen, most utánom nyúltak, bizonyos embereket befolyásoltak, tehát ezek az érdekcsoportok, de ilyen a világ. Tehát most így 10 év és 11 néhány év, vagy esetleg 11 néhány év távolatából azt gondolom, figyelve egy picit a világ dolgait, hogy nem egy szép dolog, tőlem ez távol áll nagyon, ez a fajta viselkedés, ez a fajta morál, nem egy szép dolog, de vannak, akik így élik az életüket, érdekcsoportok, hogy egymásnak a lápakon. Hogy a másikat megpróbálják elnyomni, és a saját pecsényéjüket a legszebbre megsütni. Én nem így élem az életemet, és talán ez az, ami nagy volt, hogy feljön valaki vidékről, egy kis városból, több mint 200 kilométerre Budapesttől, itt is belecsöppen egy világba, és így minden olyan nagyon szépen elindult, és kiteljesedett az ismertségem országos szintre, és Nagykanizsától Kisvárdáig mindenhol ismerték a Balázs Pali hát nevét. Ez egész olyan volt, mint egy mese, ugye? Igen, hát nyilván volt előéletem már azért vidéken előtte, de az a nagyon nagy löket, az a 99-ben megjelent Romantikus Lágerek című lemezem, ami 164 nap alatt lett aranylemez, és akkor még 25 ezer eladott lemezről beszélünk. Ma jött a Nem adom kölcsön a szívem, 80 ezer, ami ugye
nagyon-nagyon nagy előrelépést hozott, és azon már voltak új dalok, amit Kasszás Péter írt, a Nem adom kölcsön a szívem, a Hova visszavonat. Ezek mind a mai napig nagyon fontos dalok az életemben, a repertoáromban. És jött ez a nagy váltás, és a dédelgetett kedvencből lett egy közellenségnek kikiáltott valaki, aki próbálta védeni magát és a pajzsait úgy tartani, hogy ezek a mérgezett nyilak ne üljék meg, és ne nyírják ki teljesen. Elbúcsúzom, és elmegyek, magammal viszem az emléket. Elbúcsúzom, de visszatérek még, a szívemben élni fog a remény. Elbúcsúzom, és elmegyek, magammal viszem az emléket. Elbúcsúzom, de visszatérek még, a szívemben élni. Mutatom megint a nézőknek. Ez azért fontos, mert össze van benne, azt gondolom, hülyen foglalva az a mese, ami nagyon is valóságos elemeket tartalmaz, de próbálom összefoglalni azoknak a nézőknek most a te jelenséged lényegét, akik nem olvasták ezt a könyvet, pokolni kell mielőbb. Gondoljanak csak bele, van egy álmodozó vidéki fiú, aki már eleve ott vidéken egy jelenséggé válik Békés Csabán. Megtölti a helyi sportcsarnokot, nem beszélve arról, hogy először megtölt egy egész teret, aztán megtölt egy egész szórakozó helyet, majd egy nagy sportcsarnokot, ott tudja ünnepelni a 30. születésnapját Soltész Rezső társaságában, de nem Soltész Rezső miatt ment oda az a sok-sok ember, hanem miatta. Szóval elindul egy jelenség, ami országos szintre növi ki magát. Tényleg az egész olyan, mint egy mese. Jönnek az első lemezek, hát maga az, hogy egy nagy multinacionális lemezkiadó, az a lemezkiadó karolta őt föl, aki a Beatles-t is kiadta. Tehát ilyen tényleg legendás előadók mögé sorakozhattál be. Már az első nagy lemez is aranylemez lett, úgyhogy nulla média támogatottság volt mellette. Tehát aztán, amikor meg már megvolt a média támogatottság, akkor meg tényleg így ment fölfelé, amit mondtál is, Madonnákat lehagyva. Egészen elképesztő a dolog. Majd egyszer csak, amikor az ország tényleg Balázs Paliról beszél, mert jelenséggé válik országszinten is, egyszer csak elvágják az egészet. És ezt nem tudják a te nézőid, nem tudják a te híveid, mert akik a te rajongóid, azok azt látták, hogy te évről évre csináltad, tetted a dolgodat, jöttek az új lemezek, jöttek az új dalok, szintén fel se tűnt nekik, hogy te nem szerepelsz annyit, amennyit mondjuk korábban. Érdekes módon, hogy feltűnt. Mert kaptam egy csomó helyről, nyilván aztán a másik kereskedelmi csatorna, a konkurencia azért gyorsan reagált, és nyilván nekik akkor nem volt sajnos olyan jellegű szórakoztató tévéműsorok, ahol a dalaimat tudtam promotálni. De rengeteg olyan megjelenésem volt az RTL Klubban, ahol meg tudtam mutatni egy picit az életemet. Az emberi oldalamat. Az emberi oldalamat inkább. Volt egy pár koncert, ahova elkísértek a TV kamerái, jótékonysági rendezvényekről beszélek, ahol segítettünk több gyereknek, családoknak, lakást vettünk, mindegy, nem is érdekes. Tehát sok olyan kezdeményezésem volt, amit úgy gondoltam, hogy nekem meg kell tennem, mert késztetést éreztem erre. És nagy öröm számomra, hogy akkor az RTL Klub segítő kezet nyújtott, támogató kezet, és ezáltal tudtam tovább az életemet tehát folytatni. Volt valami fajta túlélés. Egy túlélési időszak volt, de nagyon sokan ugye a megjelent lemezek dalait nem tudták olyan mértékben megismerni, mint korábban. Nyilván ez volt a cél, ahonnan eljöttem, hogy ez törjön meg. Ezek mind-mind fontos momentum. De én mindig úgy mentem fel a színpadra, mint hogyha a világ legboldogabb Balázs Palija lennék. Pedig a szívem, a lelkem az annyiszor vérzett, és azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezek a dolgok, hogy ilyen
ilyen világban élünk, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek, hogy ilyen bizonyos érdekcsoportok hozzáállása és egy ilyen folyamatos támadásnak kell a napi 24 órájában nekem élnem, és ezt tudomásul kell venni, hogy most egy ilyen időszak van. Rabul el a szívem, ha éjjel, boldog leszel velem, mint régen. Rabul el a szívem, úgy várom, már régóta ez minden álmom. Rabul el a szívem, ha éjjel, boldog leszel velem. Nehéz volt, de aztán az élet, azt szoktam mondani, és így az idő távolatából is azt kell, hogy mondjam, hogy az élet az mindig elrendezi a dolgokat. És hogyha megvan a hited, megvan a tehetséged, a szorgalmad, a kitartásod, és használod az eszedet is, ez egy nagyon fontos dolog, akkor van kiút. Van kiút, és aztán bizonyos dolgok helyre kerülnek, és tud menni minden, abba a mederbe, amit az ember megálmod magának. Na hát nem véletlenül játszottuk be azt a nagy tapsot, azt a nagy drámai, de jó értelemben drámai pillanatot, ami nekem ott fönt a tribünön, aki rögzítettem ezt, tényleg egyfajta elégtételnek tűnt. És aki a rajongóid észrevették, hogy nem szerepeltél annyit, de azok, akik nem követték annyira mélységében a te pályafutásodat, azoknak nem tűnt fel. Tehát azoknak egy nagyon egyenletes, 20 évnek tűnik ez az egész. Viszont pont ez a lényeg, hogy itt azért pokoljárás volt. Darabszámra a megjelenések megvoltak, a minőség és a tartalom az változott. Igen, ez volt a lényeg. Lelkileg, igen. Meg pontosan tudom, hát hiszen elmeséltel a könyvben, egy pokoljárás történt. És a pokoljáráshoz képest az a taps, és ami ott a te 20 éves jubilami koncerteden volt, az egyébként most én kijelentem itt nagy mellénnyel, hogy az egy elégtétel, de te hogy élted meg lelkileg ott a színpadon? Nagyon jó koncert volt. Abból a szempontból, hogy lelkületileg talán az elmúlt években bármerre mentem, bátran kimerem jelenteni, hogy büszke voltam, és büszke vagyok a mai napig, és leszek is a közönségem sikerére, a közönségem reakciójára, de ez az este, ez megint egy külön fejezet volt, egy külön lelkivilágú volt. Több országból, vidékről több száz vagy ezer kilométert utazva is eljöttek rajongók. Hát sőt, még a tengerentúrról Tengerentúrról is olyanok, akikkel az elmúlt 20 évben többségével már találkoztam, amikor én mentem hozzájuk. És volt egy ilyen belső üzenetem, amit nem írtam ki, hogy most így értek hozzám, mert ez az én estém. Több mint egymillió kilométert utaztam az elmúlt 20 évben a fellépések miatt, és most neki kellett eljönni, és nagyon örülök, hogy eljöttek. Nyilván nem csak a távolságok miatt volt egy különös lelkülete, de nagyon sok olyan hölgy, család foglalt helyet a nézőtéren, akikkel az elmúlt 20 évben nagyon sok közös élményt adtunk egymásnak. Itt aztán eltűntek, férhez mentek, megnősültek, családot alapítottak, elköltöztek az országból, és volt, aki azért jött vissza a szüleihez azon a hétvégén, amikor volt ez a koncert, hogy a szülei mellett a koncertre is el tudjon jönni. Ezek egyfajta déjà vu érzés is volt bennem. Nagyon erős volt a közönség, tehát olyan tapsok, amit most pont készítjük a koncertnek a CD és a DVD verzióját, hogy hát számoltuk így durván, hogy több mint 30 perc taps van a másfél órából. Egy óra 45 perces a koncert időben, a kezdéstől a zárásig, úgyhogy ki fogjuk vágni a tapsok egy részét, de én benne fogom hagyni azokat, amelyek a legszebb pillanatok, amikor érzem azt, hogy a közönséggel abszolút kölcsönhatásban vagyunk. Úgyhogy visszatérve az elégtételre, nekem az egész színpadi szereplésem, amit a 20 év alatt megértem, ez mindig egyfajta elégtétel volt, de nyilván vannak azok a mérföldkövek, és ez a 20 évnek az egyik legfontosabb állomása volt. Ez talán a legnagyobb elégtétel. Tudom, hogy kelled azt, amit én. Tudom, hogy felednéd, ami rossz volt rég. Tudom, hogy szeretnéd
20 év az borzasztó sok idő. Ez egy, gondolj bele, ez majdnem egy ember öltő. És a 20 év alatt nem mindenki követte valószínűleg végig tételesen a te pályafutásodat. Tehát van rajongói szimpatizásaid, akik lehet, hogy csak 3 éve Balázs Pali rajongók vagy kedvelők. Lehet, hogy csak azóta, amióta a Zenés Rendezvous műsorod elindult. Tehát, hogy te gondolkodtál ezen, hogy a 20 év alatt a rajongók milyen szakaszokban szerethetnek téged, illetve a rajongók azok hogyan vannak berendezkedve lelkileg Balázs Paliból? Szerintem nagyon széles a közönségemnek az a spektruma, találkoztunk először. Mondok egy példát, a koncert után ennyi visszajelzés soha életemben egyetlen egy koncertről sem kaptam, mint a budapesti 20 éves jubileumi koncertemet követően, pedig voltam 60 ezer fős közönség előtt. Itt 650 ember volt, ennyien fértek be, de ebből a 650 emberből rengetegen jeleztek vissza. Mindenki azt írta, hogy lebegünk még 2-3 nap múlva, egy hét múlva. És volt egy különösen kedves levél, amit én egy olyan kis csapattól kaptam. Békés megyében van Gádoroson egy olyan kis csapat, akikkel én korábban az én zenei pályámat majdhogy nem, amikor elkezdtem, ők hozzám csapódtak, és egy közös dolog kapcsán. Ők a baráti kör? Ők voltak a Gádoros és másik baráti kör, és azok közül néhányan eljöttek még. A levélben, a köszönő levélben az volt, hogy ugyanazt a Balázs Palit látták, akit 19 éve megismertek. Na, akkor beszéljünk erről is, mert láttam a legtöbb témánál már most a beszélgetés során, hogy elérzékenyültél. Egy férfinek szégyelnie kell az érzelmeit, vagy a könnyeit? Hát attól függ, hogy mivel kapcsolatban érzékenyül el. Én mindig is a dolgaimat érzelmi alapon működt. Tudtam, hogy mit fogok mondani, csak nehéz róla beszélni. Érzelmi alapon élem az életemet, és hát a 20 év így telt el. Egy más világot álmodtam, tele reménnyel. Küzdöttem, hajtottam, szemben sok nehézséggel. De a szerencse csillaga egyszer rám talált. Így lett minden olyan más. 20 éve együtt evezünk a romantika hajóján. 20 éve egy család vagyunk, szeretett színpadán. 20 éve tart már, az álomból lett valóság. Ez az életünk, a romantikus világ. Hogy látod egy ilyen érzelmes embernek? Ugye egyszer ma már kérdeztem, hogy átok vagy áldás-e. Egy bizonyos dolog, de például ez, hogy valaki ennyire érzelmes. Te az idő múlásával lettél ilyen, vagy egyébként mindig ilyen voltál? 10 éves korban vettem észre, hogy ilyen romantikus filmeken elkezdtem könnyezni. Elkezdett a szemem valami furcsa állapotba kerülni. Ez volt a Házi Buli 1-es film. Emlékszek, hogy egy nagyon tetszett a zene, nagyon tetszett a történet. Pont akkor annyi idős voltam, mint a filmben szereplő fiatalok. Ugye a Vika, Sophie Marceau, ugye a francia színésznő, pont az a hölgy volt, aki az én generációmnak egy ilyen elérhetetlen hölgye volt, és hát nagyon akkor volt először. Aztán az idő múlásával nyilván ezek így megsokszorozódtak. Én másoknak is a sikertörténetén el tudok érzékenyülni. Nagyon szeretem azokat az eredményeket, és kortól, nemtől, sportáktól függetlenül, amikor azt látom, hogy egy olimpiai bajnoknak mennyit kellett küzdeni azért, hogy ott állhasson a dobogó tetején. És nem kell ehhez olimpiai bajnoknak lenni, ugyanígy más területen is, hogy ha valaki így kitűzi a céljait, a vágyait, és hogyha eléri,
akkor azt kell tudni élvezni. És nekem is voltak olyan időszakok sajnos pont ebben a nehezebb periódusban, amikor rengeteg pozitív élményem volt, de nem tudtam megélni a pillanatot, mert ahogy te is fogalmaztad talán, hogy a túlélésre is játszottam bizonyos időszakokban, hogy jó, ez most megvan, de holnap erre és erre kell. És innen ez fog jönni, onnan az, de aztán tök máshonnan jött, tök más minden. Tehát, hogy nagyon nem tudtam megélni a pillanatokat, és most az utóbbi években, és különösen ebben a egy-két évben arra törekszem, hogy igenis, amikor a legkisebb településen is ott vagyok, és érzem azt a közönség reakciót, közönség szeretetet, még hogyha csak 250 embertől, de egy 150 fős faluba 250 fős közönség előtt énekelni, uh-huh. Szerintem az elég nagy érdem. Uh-huh. Ugyanúgy, mint egy nagy megyeszékhelyes vagy nagyvárosban megtartott élő koncerten, ahol több ezren vannak, és ott egy együtt lélegzünk a zenekarral is, és egy olyan fajta kölcsönhatás van, amit gyerekként a nézőtéren az én akkori bálványaimtól láttam. Ezeket meg kell élni, és arra törekszem, hogy meg is tudjam a jövőben élni, ugyanígy a magánéletemben is. Ad nekem a ma éjszakát, aztán döntesz, hogyan tovább. Ha nem leszek jó, elmegyek, de addig neked bármit megteszek. Ad nekem a ma éjszakát, aztán döntesz, hogyan tovább. Ha nem leszek jó, elmegyek, de addig neked bármit megteszek. Tudod, mi jutott eszembe? Az a levél, amit te írtál a könyved elejére. A te 18 éves kori önmagadnak. Igen. És talán ez volt a legfontosabb üzenete, hogy az a 18 éves Balázs Pali, aki még csak ott a szobában tervezgeti, hogy majd egyszer messzire jut, az, ha messzire jut, akkor tudja megélni a pillanatokat. Igen. Mert az fontos. Tehát sok mindent elengedtél, vagy már nem is emlékszel dolgokra, ami történt veled, és jó dolgokra gondolok most elsősorban. Vannak dolgok, amiket az ember, ahogy egy számítógépnek a memória kártyája is egyszer betelik, ami ürült, és elfelejtek. Tehát vannak dolgok. Koncertek, amelyek kiestek, igen, vannak találkozások, amelyek kiestek. Sajnos nagyon rossz az arc és a névmemóriám. Ez egy nagyon nagy hiányosság. Vannak emberek, akiknek 3-4-szer mutatkoztam be mondjuk 4 hónapon belül, és már égett az arcom, hogy úristen, ő mondta, hogy figyelj, már 3-szor bemutatkoztam. Ez is hozzátartozik az én személyiségemhez, de visz mi volt a kérdés? Ez, hogy kiestek-e? Ja, igen. Hajlamos vagyok kiestek, viszont... Mert akkor ezzel most megkövetünk mindenkit, igen, ebben a beszélgetésben. Igen, viszont van rengeteg olyan dolog, amire emlékszek, hogy milyen volt a nem tudom melyik erdélyi kistelepülésen a műveledési háznak a fala, az ajtaja, milyen volt a színpad, milyen virágok voltak. Azok a dolgok főként biztos az idő haladtával, a pályafutásom első 10 évében történt dolgokra, de különösen az első 3-4 évre sokkal jobban emlékszek. Valószínű egyébként így az idő távlatából azért, mert akkor nem voltak ezek a nagy harcok a hétköznapokban. Uh-huh. Mindent oda tudtam csoportosítani jáimat illetően arra, amit csinálok. Mert abban az időszakban, amiről beszéltem, ez egy 10 éves időszak volt 2001-től 2011-12-ig, az energiáim 90%-a a támadások elhárítására ment el. Nem a művészettel tudtam foglalkozni 90%-ot és 10%-ot meg salang dolgokkal, pont fordítva volt, és ezért volt az szerintem, hogy nem tudtam igazán megélni nagyon sok olyan pillanatot, amikor több ezer fős közönség ünnepelt, és elmentünk a zenekarral, ugyanígy, mint ahogy most járunk, nagy városok koncertjeire is. Régebben ugye egy csomó fesztiválra, mikor a fesztiválok elindultak Magyarországon 98, 99, 2000-ben kezdődtek ezek a mindenféle ingyenes nagyvárosi rendezvények. Egy péntek este egy ingyenes Balázs Pali koncertre egy városba 4-5 ezer ember gyűlt, hogy
simán. Tehát annál kevesebben szinte sehol nem voltak. És onnantól kezdve, amikor ott van a közönség, akkor ez már csak az előadó múlik, hogy milyen a koncert hangulata. Mi küzdöttünk, harcoltunk azért, hogy jó legyen. És ezeket abban az időszakban éltem meg, és emlékszek jobban, amikor nem kellett a támadásokra és a védekezésekre összpontosítani, és az energiáim jelentős részét erre fordítani. De természetesen azért az utóbbi években, ahogy mondtam is, ez sokat változott, és rengeteg, ugye a fejlődő technikának köszönhetően most már minden egyes koncertről tudunk több száz vagy ezer fényképet is csinálni, és most pont a dolgozó szobámban van egy nagy átalakulás, nem véletlenül. Nagyon sok régi koncert fellépés emlékem van diátadóról, mindenről, amiket átéltem, úgy 2003-4-ig, aztán volt egy nagyon nagy szünet, és akkor egy-két mostani 2010-11-es emlékem van kint a falon, és hoztam egy döntést, hogy leszedek mindent, és fel fogom díszíteni az elmúlt 4 év legszebb emlékeivel, legszebb képeivel, ahol már azt kell, hogy mondjam, hogy az a fajta lelkületű Balázs Pali van a színpadon, vagy volt, akinek folyamatosan kellett volna lenni, de nem tudott. És ez minden tekintetben látszik az arculaton, látszik a koncerteknek a hangulatán, az előadásmódon. Meg a lelkületen. A lelkületen, ami nagyon fontos, hogy én ezen az úton szeretnék a jövőben menni, hogyha a Jóisten megadja, akkor remélem, hogy ehhez a közönségem is partner lesz. Játszottam a gondolattal, egyszer megszületsz. Megszorított kezemet, és félve rám nevetsz. Mosolyogsz és felém szaladsz, szőkén boldogan. Benne éltél álmaimban, drága kisfiam. Melyik korszakát szereted igazán ennek a 20 évnek? Nyilván volt több korszak, mint ahogy arról is beszéltünk, hogy egy rajongónak te melyik korszakodból jelenthetsz többet, na de neked melyik korszak az igazán? Mindegyik nagyon fontos volt, akár évekre, vagy egy-egy évre lebontva, de az elmúlt 3 év az az, amiben azt gondolom, hogy folyamatosan pozitív lélekkel tudok fürdeni és fürödni, és úgy tudom megélni azokat a pillanatokat, amit akár a színpadon, vagy most már a privát életben is, mert azért ennek volt egy olyan betülete is, hogy a privát életben is nem tartom a helyemet nagyon sokáig. Ez mit jelent? Hát az, hogy ugye bárhova mentem, meg kellett birkózni, és tudatosodni kellett bennem annak, hogy a Balázs Pali a privát életben, a fizimiskájával, a személyiségéből fakadóan nem tud a háttérbe vonulni, nem tud elbújni, tehát én bármilyen rendezvényen, vagy csak az utcán sétálva, egy fagyit elnyalva, vagy egy cukrászdába beülve, bárhol megjelentem a környezetemben az emberek, és ez a mai napig is így van, folyamatosan a tudomásomra hozzák, hogy felismernek, megismernek. Ez egy valahol egy nagyon pozitív dolog. Abszolút úgy gondolom, hogy pozitív egyébként a hozzáállás, tehát most ugye nagyon divatos ez a selfie fotózás, tehát most ezt a nem autógram van, hanem igen, igen, volt személyigazolványban autógram kéréstől kezdve, a autójogosítványban, a pénztárcára, a névjegykártyára, szóval teljesen nagyon szélsőséges volt. Ez a dedikálás dolog, ez még most is működik, de a legfontosabb az, hogy most ezek a közös fotózások mennek. Nyilván ez nem csak nálam van így, hanem minden közismert embernél. De ugye nem mindegy, hogy az emberhez hogy jönnek oda, milyen lelkülettel közelítik meg az adott közismert szemét. Én mindig arra törekedtem, hogy ebben a mai divatos világban ez a celebség, ez amennyire lehet, ez legyen távol az én világomtól. Tehát aki a Balázs Palival közös fotót akar készíteni, vagy aláírást szeretne tőle kapni, akkor az az énekes, színpadi embertől akarjon, és ne attól, aki éppen egy adott műsorban
magából kivetkőzve szerepel folyamatosan napi vagy heti rendszerességgel egy kereskedelmi csatornán, és azt tapasztalom, hogy ez a 20 év egyébként pontosan azt erősítette meg, hogy az énekes színpadi dalszerző Balázs Palitól, most már a műsorvezető, a Zenés Rendezvú házigazdájától szeretnének aláírást kérni, vagy közös fotót. Ez az igazi nagy visszaigazolás a színpadi siker mellett. Nélküled csak fél ember lennék, egy törött szárnyú kismadár. Mióta mellettem vagy minden olyan szép, a szívem nagyon-nagyon fél. Nem láttunk még téged alsógatyába, fürdőgatyába, tojásokat fogadva a testeden, törve a fejeden, girisztákat lógatva a szádban, vagy éppen a konyhában sütni, főzni a barátaidnak készülni az esti vendégségre. Azért nem, mert én az idő alatt, amikor ezeknek a műsoroknak a felvételei készülnek, akkor én a zenével foglalkozom inkább. Én inkább dalt írok, vagy a zenekarommal próbálok, vagy fellépek, vagy teljesen más csinálok a magánéletemben, mint hogy egy ilyen dologban részt vegyek. De tisztázok, hogy hívtak mindenhová. Mindenhova hívtak, és most nem szeretnék túlzásokba esni, de 25-30 olyan tévéműsornak a felkérését mondtam vissza azonnal. Voltak, akik még többször próbálkoztak, vagy éves szinten visszatértek, vagy napi szinten még így próbáltak rábeszélni, és az előnyét felvázolni, hogy nekem ez mennyire jó lenne. Nyilván sikertelenül. Én azért nem szeretnék ezekbe a dolgokba részt venni, mert az értéktelen, hétköznapi, privát életét az ember, vagy az ilyen jellegű dolgait, hogy hány kukacot tud megenni egy perc alatt, vagy hány tojást tud szétverni a fején 30 másodperc alatt, ezek számomra annyira távol állnak tőlem, hogy hát én biztos inkább abba hagynám a zenélést, az éneklést, és feláldoznám a karrieremnek a végét, hogyha csak és kizárólag ezeknek a szerepléseknek köszönhetően tudnék a színpadon lenni. Pedig leírtuk a könyvben is egyébként, hogy amikor nagyon nagy sikereid voltak abban a bizonyos tévéműsorban, annál a bizonyos kereskedelmi tévénél, amikor a Pestre kerülésed után, igen, a Nem adom kölcsön a szívemnél tényleg meglódult minden, hogy téged behívott az akkori kereskedelmi tévének az igazgatója, és ajánlott műsorvezetői pozíciót, szerepet? Igen, hát akkor éltem pályafutásom 2001-ben, nyarán, így nyár elején, május-júniusában a legdicsőségesebb időszakát azzal a megállapodással annál a televíziónál. Akkor voltam már dupla platinlemezes előadó, az egész országban minden utcasarkon fütyülték a Nem adom kölcsön a szívem című dalomat, és ehhez képest érkezett egy olyan felkérés, hogy én menjek ki az utcára egy mikrofonnal és egy kamerával, és készítsek emberekkel interjút, és egy ilyen kívánságműsort szerkesszünk ezekből az anyagokból. Először nem értettem ezt az egészet, hogy ez most miért is van, de aztán nyilván az idő távlatából pontosan összeraktam én a képet, hogy miről is volt ott igazán szó. Az volt a celebségnek és a zenei pályától való elkanyarodásnak az első lépése a csatorna részéről, hogy engem egy más szerepkörbe akartak berakni, pontosan azért, hogy gyengítsék az én énekesi karrieremet. Én ezt felmértem az első pillanattól kezdve, hogy én abban nem szeretnék részt venni, és mondtam is, hogy most itt ülhetünk még 3 órán keresztül az asztalnál az akkori vezérigazgató tárgyalójába, ebből akkor se lesz megállapodás, és én ebben nem fogok részt venni. Furcsa volt, de az első igazi törés szerintem ekkor történt meg a mi kapcsolatunkban, mert ugye itt én azt mondtam, hogy én szeretnék színpadon énekesként szerepelni, zenekarral koncerteket adni, és nem megbántva azt a
munkát, ami egy riporteri munka, de én nem riporternek készültem. Én énekes vagyok, engem a közönség egy része úgy jutalmaz meg, ahogy megjutalmaz, és ezt nem szeretném elengedni. Tehát én nem egy szágúdó riporternek készültem, Két tanulsága van ennek a történetnek. Egyrészt, hogy tényleg nem hagytad magad eltéríteni, és ami a beszélgetés elején is téma volt, hogy valaki megy folyamatosan, és azt a célt, amit kitűzött magának, azt rendíthetetlenül szem előtt tartva csinálja. Hát illetve a másik, hogy a tévé azért téged környékezett mindig. Vagy a televízió, tehát a tévé az mindig ott volt a te életedben. Hol jelentősebb, hol jelentéktelenebb szerepben, most például ott van most 4 éve már? Ha 2016-ot nézünk, ugye igen, szól ez a 2026-os nézőknek. Igen, 4 éve van a Zenés Rendezvú, ha erre célzol. Igen. Nélküled az álmom, csak álom marad. Az életemnek fontos része te vagy. Ha áldást adsz, minden sikerül. Ezt régóta érzem itt legbelül. Ha áldást adsz, minden sikerül. Ezt régóta érzem itt legbelül. Én 2005-ben, 11 évvel ezelőtt már megálmodtam és le is forgattam egy Zenés Rendezvút, pontosabban 2 adást. Magyarország akkor is legnépszerűbb előadóival, azonban az a 2 adás az nem került képernyőre, mert az a fajta vonal, ahova képzeltük, sajnos nem ért célba, és közben elestünk egy küszöbön, és nem tudtuk átlépni, és nem került be a televíziós csatornába, ahova szántam. Ez volt a Duna Televízió. 2005-ben? 2005-ben, igen. Tehát eltelt még 7 év, úgyhogy nem volt tévéműsor, igen. De folyamatosan ott lebegett a szemed. Igen, én tudtam, hogy nekem lesz még Zenés Rendezvúm, azt még nem, hogy mikor, mert pont 2006-7-8-ban volt igazán kiteljesedve az a fajta ellenszél, ami aztán mindent elsöpört majdnem. Ahogy aztán ezek a szelek elkezdtek gyengülni, változott a médiapiac, változott az egész televíziózás, újabb zenei csatornák jöttek, és akkor én 2012. júniusában döntöttem el, hogy akkor most vakon, mindenféle szerződés, megállapodás nélkül én le fogok forgatni egy 2012-es Zenés Rendezvút, és így készült 18 rész, amikor összeraktuk az anyagokat. Egy olyan műsort szerettem volna képernyőre vinni, ami egy picivel különbözik a többitől az azóta is az akkor piacon lévőkhez képest. Ez egy szórakoztató tévéműsor, ahol meg talán legnépszerűbb előadói szerepelnek, zenekarok, énekesek, slágerekről van szó, a műsornak a szlogenje népszerű előadók, népszerű slágerek, és hát megpróbáltam egy olyan környezetet varázsolni ezeknek az előadóknak, és természetesen magamnak is, amiben mi is jól érezzük magunkat. Nagyon sok, több mint 300 tévészereplésem volt az azt megelőző időszakban, ahol tudtam, hogy melyik műsornak a háttérben, vagy a színpadon mi az erőssége és mi a gyengéje, mitől érezzük magunkat, mi előadók rosszul már az elején, még mielőtt adásba se kerülünk, vagy színpadra se lépünk a háttér dolgok miatt. Nagyon sok apróság van, amit én próbáltam már az első tévéfelvételre biztosítani azoknak az előadóknak, akik eljöttek. És nagyon örülök, hogy ez az 4 év ez úgy telt el, hogy szinte bárkit, akit felhívtam, az örömmel jött a műsorba, sőt már ahogy hallom, a művészek arról beszélnek, hogyha szeretnének rendszeresen egy szép környezetben, vagy egy kulturált környezetben szerepelni. Akkor hozzád kell menni. Akkor Balázs Pali. Ez a szlogen. Pont most néhány napja hallottam, hogy az egyik előadó kérdezte, hogy most én vissza akarok kerülni. 90-es években volt népszerű, és engem is keresett egyébként.
és egy közös ismerősünktől kérdezte, hogy vissza akarok kerülni a magyar zenei életbe, és van egy csomó jó dala, régen nagyon népszerű volt, aztán leállt a zenei pályán is, és kérdezte egy ilyen producer menedzsertől, hogy te figyelj, hova menjek, hogy újra fölpörögjön az én zenei karrierem, és akkor azt mondta, hogy Balázs. Még nem mondhattam el neked, mit érzek, a szívedet elrabolnám végleg. Még nem mondhattam el neked, mi a vágyom, az élet ajándéka, hogy rád találtam. Még nem mondhattam el neked, mit érzek, a szívedet elrabolnám végleg. Még nem mondhattam el neked, mi a vágyom, az élet ajándéka, hogy rád találtam. Ezek mind jó dolgok, úgyhogy nagyon nagyszerű kapcsolatokat tudtam kialakítani. Különös élmény és érzés megélni azokat a felvételeket, amikor azok az előadók jönnek a műsoromba. Még mindig megelőző, ezt akartam fogadni. Akiket gyerekként tiszteltem, szerettem, akikért esetleg elkezdtem a zenei pályafutásomat. No, mit mondtam az elején, hogy mi szeretnénk ezzel a beszélgetéssel most példát mutatni, erőt adni a nézőknek. Igen, ez a lényeg, hogy erőt adni. És hogy igenis az álmok, tehát nem csak, hogy van kiút, hanem az álmok igenis valóra válnak egyszer csak. Akár csodaszámnak. A menően, tehát az, hogy te az Eddáért rajongtál, vagy az Edda koncert kapcsán indult el benned az a folyamat, hogy te igenis zenélni akarsz, és ugyanúgy a színpadon akarsz állni, mint a Pataki, aztán Pataki fogja magát, és csak hozzád hajlandó elmenni. Igen, ezek mert ők sehol nem lépnek fel az Eddával. Igen, ők azért megválogatják, de hát van persze még... Persze eltelt 20-akárhány év igen, a két eset között. Igen. Úgy gondolom, hogy azért az Eddán kívül, akik valóban gyerekkori példaképeim voltak, és a mai napig is nagyon szeretem a dalaikat, és az egész produkció az a csillogos ötös nálam, ha a magyar piacot nézik, és a magyar zenei világot. Ezen kívül azért az Eddán kívül volt nagyon sok olyan zenekar, és előadó is, akik valóban szinte az elmúlt 8-10-15 évben csak a Zenés Rendezvous-ban szerepeltek, és ki is nyilvánították, hogy figyelj, hozzád elmegyünk szívesen, de máshova nagyon nem, ahol nem tudják azt a feltételt biztosítani. A Zenés Rendezvous-ban a minőség is nagyon fontos. Nagyon fontos a lelkület. Olyan kollégákkal vettem magam körbe, akár a zenekari szinten, akár a háttérben, akikkel várjuk a forgatást. Tehát nem egy olyan munka van, hogy megint 3 napig forgatni kell, és itt hallgatni kell a művészek nyűgét, vagy az egész sok nehézséggel belejáró dologgal meg kell küzdeni. Ez élmény, nem így van. Élmény. Ez egy élmény. És a végén mindig van egy stábfotózás, ahol pont most pár nappal ezelőtt néztem az utolsó forgatásunknak a felvételeit, a fotóit, és 3 nap után hullafáradt volt mindenki. De olyan boldogan álltunk a közös fotózáshoz, hogy ezek mind nagyon jó dolgok, és telefonálnak, no, mikor lesz újra forgatás, és hát nyilván ezek is inspirálnak engem is, hogy jó úton járunk, de a legfontosabb az, hogy magában a Zenés Rendezvous, a Muzsika TV-n az egy közkedvelt zenei szórakoztató műsor, a visszajelzések alapján a nézők is nagyon szeretik, a művészek is, és azt gondolom, hogy ebben a jó dologban fürdünk mi is a zenekarommal, meg tudom magam mutatni én is a csapatommal, hogy valójában mi mit képviselünk 2013-ban, 4-ben, 5-ben, 6-ban, és hát ha a jövőben is így lesz, akkor valószínű, hogy ez még sok szépet fog hozni. Mondtál még egy fontos hívószót, hogy a jövőt. És ez a könyv, a rólad szóló könyv, a te könyved úgy záródik, hogy elkezdődött a következő 20 év. Na, mi lesz a következő szépen? Remélem, hogy hasonló sok jó dolog, és ami a legfőbb vágyam, hogy ilyen lélekkel teljen el az elkövetkezendő több évtized akár a színpadon. Most a rövid távú terveim, ami 1-2 évre azért már megvan előre írva, van, ami csak ceruzáson, de van tollal, és van, ami már bele is egy kőbe, szimbolikusan, hogy ha a csillagok is úgy akarják, az égiek, akkor ezeket meg kell valósítsam. Most ugye még a 20 éves jubileumi koncert sikerén
felbuzdulva lebegünk a föld felett 30-40 centivel, de hamarosan le fogunk szállni, és el fogjuk készíteni ennek a CD és a DVD verzióját. Sőt, lesz januárban egy koncert videoklippem is egy eddig még kevésbé hallott dalról, de a koncerten már szerepelt. Koncertklippem még olyan minőség és tartalmú, mint amilyen ez lesz, nem volt. Hát a jövő év a CD, DVD klip mellett azért remélem, hogy sok színpadi sikerrel is fog eltelni, hiszen eltökélt szándékom, hogy most már záros határidőn belül csak az élő koncertprodukciómmal tudjak a közönség elé állni. Keveset beszéltünk a zenekarról, de mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy 4 éve van egy új formáció. Kellő hittel, alázattal szolgáljuk közösen a színpadon a romantikus közönségünket, a romantikára vágyókat. Szóval remélem, hogy sok élő koncert lesz, és sok olyan színpadi megjelenés, amely azt fogja bizonyítani, hogy igenis a Balázs Palénak 20 év után is van létjogosultsága. A jövőben is lesz zenés randevú tévéműsor, hiszen megkötöttük a szerződést, és hát ha Jóisten is megadja, akkor 2018-ban leszek 50 éves, és ezt az 50 évet szintén szeretnénk méltóképpen megünnepelni, ami ugye egy születésnap dátum, nem egy zenei karrierhez köthető, de ebben az 50 évben 14 éves korom óta, tehát 30, hogyha megélem az 50 évet, 36 éve folyamatosan jelen van a zene. Az első akusztikus dobgitáron lefogott akkordtól az 50 évig. Azt mondtad, keveset beszéltünk a zenekarról, de hát itt voltak végig mögöttünk, meg most belehallgattunk a Barátok vagyunk dalba, amiben meg együtt szerepeltek. Hát a koncerten is ott voltak, tudjuk, hogy fontosak ők neked, de ezt meg is énekelted abban a dalban. Erőt kívánjak neked a folytatáshoz? Igen, csak is kizárólag erőt, egészséget. A többit aztán majd én megpróbálom megoldod a kezembe tartani, és nagyon szépen köszönöm én is az interjút. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan dolgot kérdeztél, és nagyon sok olyan dologról tudtam beszélni, amiről korábban még nem, vagy egyáltalán nem is kérdezték, vagy nem is volt lehetőségem, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és neked is minden jót kívánok, és a kedves nézőknek is. Örülök neki, ezt kívánom. Illetve a nézőket arra szeretném kérni, hogyha kaptak valami pluszt ebből vagy ettől a beszélgetéstől, akkor írják meg nekünk ide a felvétel alá, mert kíváncsiak vagyunk rá, főleg az erőre, hogyha ebből tudtak meríteni. Köszönjük a figyelmet, és vigyázzanak magukra. Viszontlátásra.
barátok vagyunk egy életen át.